2012 őszén kezdték el lebontani a sétatéri stadion lelátóját, amely annyira rossz állapotban volt, hogy szinte már magától is összeomlott. A bontást megelőzően leszerelték a még kitűnő állapotban lévő nyílászárókat, ezeket majd felhasználják az új terem építésekor. A lelátó helyébe ugyanis egy több sportágnak is otthont adó komplexum létesítését tervezték, amely végre zöld utat kapott. A kivitelező és a megbízó polgármesteri hivatal ma délben szerződést kötött a munkálatokra. A Városházán tartott sajtóértekezleten elhangzott, a létesítményben egy nagy terem kap majd helyet a szükséges pályákkal ellátva, öltözőket, tisztálkodási és mellékhelyiségeket alakítanak ki, raktárteret, de a sportolók relaxálását segítő szaunát is kiépítenek bennem. Lesz egy nyilvános mellékhelyiség is. Bunta Levente polgármester hangsúlyozta, a munkálatokra közbeszerzést írtak ki, az eljárás során a döntő tényező az árajánlat volt. Tudjuk azt, hogy évek óta a birkozók sajnos otthontalanok udvarhelyen, holott egy időben a birkozás nagy múltra tekintett vissza, nagy sikereket számolhatott el magának. Azért, hogy változzon ez a helyzet, eldöntöttük, hogy egy sporttermet építünk, egy olyan sporttermet, amelyik szolgálja majd a futballt, a nagypályás futballt, szolgálja az atlétikázókat és a birkozókat. A mai nap aláírtuk azt az 1,9 millió eurós szerződést, amelynek mentén bízunk benne, hogy jó minőségben 2 év alatt felépül a sportterem. Az alapozási munkálatokat már néhány napon belül elkezdik, ugyanis az idei költségvetésben pontosan 684 ezer lei szerepel erre a tételre. A polgármester ugyanakkor arra kérte a városlakókat, gondolkodjanak egy elnevezésen, azaz az új sportkomplexumnak a város adjon nevet. Ambrus Sándor megyei tanácsos, egykori sportoló, a székelyudvarhelyi birkozók nevében megköszönte, hogy végre méltó otthona lesz a sportnak, és ebből az alkalomból ígéretet tett egy felnőtt birkozó csapat megalakításának közeljövőben. A megyei tanácsosként pedig tolmácsolta azt az ígéretet is, miszerint a beruházás költségeibe a Hargita megyei tanács is besegít, amely a tervek szerint 100-100 ezer lejjel járul hozzá az ingatlan felépítéséhez.